A fucsói Jászmin Tea. Fucsóváros szó szerint áldott helyet jelent. A Jászmin Teánk erről a jó szerencsét hozó helyről származik, mondja Cheng Chengchong, a fucsói Jászmin Tea illatosító technológiájának nemzeti továbbörökítője. Az elmúlt 50 év kora tavasztól nyár közepéig tartó, összesen több mint 5000 nap alatt a jázmin illata bizony sokszor visszaköszönt egy csésze illatos teában. Chen életének régóta része a tea, a jázmin és a tea illatosító technológia. A tea leveleket április elején a Qingming Fesztivál időszakában szedik. Az eső tápláló, nyomában yang energia keletkezik, ilyenkor kezdjük a tea alapanyagait készíteni, mondja. A jázmin rügyeket forró nyáron szedik, csak a legteljesebbeket választják. Éjszaka a rügyek virágoznak és illatot árasztanak. Egyenletesen összekeverik a virágukat a tea levelekkel, és egy éjszakán át hagyják, hogy a tea átvegye az illatot. Másnap kora reggel szétválasztják a virágokat és a tea leveleket, majd a tea leveleket tűzzel pirítják, és így a tea és a virág illata összeolvad egymással. Ezt követően a teához ismét virágokat adnak. Így illatosítják 9-10-szer, amíg a jázmin illata teljesen át nem járja a teát. Ahhoz, hogy a tea az eredeti ízt megőrizve friss virágillatot árasszon, felfrissítse az embereket, sőt táplálja a lelket is, hosszas erőfeszítésekre és kitartásra van szükség.它喝出来以后，能够达到了冰糖甜，也就是仙人爽口。印花它主要是将茶胚与开放，也就是与土香的茉莉鲜花搅拌在一起。经过茶叶吸收，它因为茶叶本身有这个吸收气候的技能，吸收花香。因为每个茶类都有它的品种香。 我是觉得，不管是哪一类茶叶进行茉莉花茶的印制，应该都要以茉莉花香为主。